Immáron 12. alkalommal tartotta meg anyanyelvi vetélkedőjét az új helyi iskola. Negyedik osztályosok mérték össze tudásukat, három fős csapatokat alkotva. Nagyon sokat készültünk a barátnőimmel, könyvekből, internetről is néztünk. Aztán együtt sok közös munka volt mindenben, közösen dolgoztunk együtt. A közös munka pedig meghozta gyümölcsét, humorosabbnál humorosabb versek születtek előzetes feladatként. Mi vagyunk a bójai csillagok, félszemetek, mint gyumurcsák, rajtunk tartsátok. A gyerekek számára azt gondolom nagyon hasznos az, hogy az anyanyelvükkel egy kicsit behatóbban tudnak foglalkozni. A felkészülés során nyilván előkerülnek olyan feladatok, amelyek mind elősegítik az anyanyelvük fejlődését. A téma pedig minden évben más. Most egy jubileumhoz kapcsolódva állították össze a feladatsort. Tavaly volt ugyanis Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, így az idei megoldások az egri csillagokhoz fűződtek. A regényből sokat tanulhatnak az ifjak. Hazaszeretetét, emberséget, a hazáért való kiállás nemes eszméjével találkozhatnak, tehát rengeteg olyan dolog van, amit nevelési célokra nagyon jól lehet hasznosítani, és én úgy érzem, ahogy azt tapasztaltuk, ahogy készültek a gyerekek évről évre, mert minden évben más-más témája volt a versenynek, mindig sokat gazdagodtak ismeretekbe, különböző hazafias érzésekbe, anyanyelv szeretetük gazdagodott. Az irodalmi és anyanyelvi rész mellett évekkel ezelőtt már zenei rész is került a verseny menetébe. Annyi pluszt adhat, hogy amit az énekórákon megtanultak, természetesen annál nehezebb feladatok nem voltak, úgyhogy mindenki számára megoldható volt, és szívesen vették, és tudták a kis alsósok, hogy negyedik osztályban majd eljutnak erre a vetélkedőre. A vetélkedőt hosszas előkészületek előzték meg. Legfőképpen internetről vagy könyvekből szedtük ki, amit szerettünk volna Gárdonyira megtudni. Hát gyakoroltunk rá, és felkészültünk eléggé. A szóbeli feladatok bemutatása után az írásbeli kérdések következtek az idei anyanyelvi vetélkedőn.